Jó reggelt mindenkinek! Szevasztok, srácok! Jó reggelt, szevasztok! Rajta is ez a póló van, ah, meg! Nem, mert rajta Pist is. Jó, rajta a sajátod van. Nézzel. Rajtam valamilyen nem lopott. Nem, e, most összeöltöztünk, uh, amúgy nem. Hát félig meddig, de ez nem ér, mert nekem is azt kellett volna felvenni a, nem a, a saját Nem Jó, az baj. véletlen volt. Jani, visszajött. Igen, visszatértem. Ja, igen, ilyenkor visszatérsz. Persze, hogy visszatérsz. Igen, itt vagyok, újra itt vagyok, visszatértem. Jani, J -jani visszatér 5. Jani igen. Itt vagyok. Na, remélem, hogy jól van mindenki, és továbbra is kitart ez a meleg. Vagy mint? Ahogy még tart, igen. Melegem van, mint tegnap? durva? Na mindegy, hát mindenki megbírkózik vele. Uh, ahogy tud. 16 fok. Fuck yeah. Bizony. Erre van szó. Hogy tehet Bizony. Mi? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, teljesen jól éreztem magam. Innen is üdvözlök mindenkit, akivel összefutottam azért egy pár nézőnkkel összefutottam. Á, szóval basztattak? Nagyon, nem, egyáltalán nem. Közi? Van, úgy. Nagyon aranyosak voltak tényleg, akivel találkoztam. Üdv nekik! Jól éreztem magam, aki nem tudja, egyébként a Dunakanyarban voltam. Ez a Zebegény és környéke, Nagymaros, az a, az a rész. Tehát nem a Visegrádi oldal, hanem a másik. Jani, én haragudok, hogy megállítanál innen a csetből. Csak te? Nem. Nem. A feleségemmel voltam, ketten. Meg a kutya is velünk volt, Fahé. Jó, Há, erre vonatkozott a kérdés. Jó, oké, menjünk tovább. Igen, igen. Szóval nem egyedül voltam, mert az úgy érdekes lett volna, hogy elmegyek egy pár napra egyedül. Én megértettem volna azt is, Ani. Én azon gondolkozom sokszor, hogy elmegyek egyedül valahova, csak nem jök vissza. Hát, ez rossz gondolat. Hmm. Figyelj, vannak napok, amikor, amikor úgy gondolom én is, hogy ez egy buta gondolat, és el kell de a legtöbb nap. No? <laughs> Mondj Szóval király voltam, úgy egy ilyen vendégházat vettünk ki, ami az volt a különlegessége, hogy az erdő közepén volt. Mm -hmm. Igen. Ilyen, ilyen nagyon ki kívüleső rész. Gyakorlatilag a turist, egy turista útvonal mellett volt ez a ház. Szóval nem volt net. Úgyhogy nem volt térerőse nagyon mm -hmm. egyébként, igen. Tehát ilyen egyes térerő volt, ennyi ilyen nagyon nomád erdei kisház volt, de olyan szinte, hogy tehát, mindegy, még nem keresztem rá, de amúgy fűtése nagyon volt, úgyhogy maradt a régi megoldás, tehát be kellett gyújtani. Tévé se volt? Úgyhogy fát vágtam. Mit Menő. Tévé se volt. Semmilyen, semmi nem De volt kézzel tévé, pedig az voltam, amúgy, hogy az se lesz. És volt tévé. Gondolom valaki kiverte a hisztit, hogy az lehet, elhoz, lehet, hogy lehet, tévém, az meg Úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen social detox cucc, úgyhogy rendesen, rendesen be kellett gyújtani, fát vágni, meg minden. Amúgy ezt eszméletlenül élveztem, megmondom őszintén, mert kicsit jó volt így kicsatlakozni ki, ki így a hétköznapokból, úgyhogy én teljesen lemaradtam, hogy mi történtek az elmúlt napokban. Semmik nem történt. A happy hour-öket néztem amúgy, amiket tudtam, amikor volt, de amúgy ennyi, tényleg. Meg így kirándulgattunk, az rengeteg ilyen túraútvonal van, a környéken, aki járatos arra biztosan tudja, Úgyhogy ott megnézegettük ezeket a dolgokat, bozasztóan élveztem, meg nagyon szép ilyenkor az erdő. Mert pont tudod, így elkezdenek hullani a levelek, azért már nagy rész az erdőek ilyen sárgás, rohadt jól néz ki tényleg. Úgyhogy nagyon, nagyon szép, nagyon jó volt a hely. Meg tényleg, tényleg jó az a, az a környék, nekem is nagyon tetszett. Mert egy nyáron mi is voltunk pont ott, vagy nem ott, ahol a ég, csak abban a városban, igen, 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 igen. egy kicsit másabb helyen, és tényleg nagyon jól néz ki ott. Meg úgy nem tudom, kicsit ilyen... ilyen, ilyen tényleg feltöltő, és nem tudom, máshogy mondani, az, az, az. a levegő. Hát a levegő az brutál. Igen. Reggel felkelsz, kizad az ajt, és így az erdő. Így. Na, nagyon kemény amúgy úgy kezdeni a napot. Hát jó, így városiként nekünk ez, ez új. Figyelj, ez minden környezetváltozása alapvetően egyébként pozitív tud lenni, van, akinek a város izgalmas néha. Hát, igen. igen. Tehát én azt gondolom, hogy tudod, így ahhoz, hogy egy picit, tehát a pihenés, meg az, hogy hogyan töltődsz fel, mm. stb., az szerintem teljesen relatív. Öm, nagyon sokszor a, a monotonitásba fárad bele az ember. Ja, persze, Egyébként. persze, persze. persze. Öm, tehát tudod, ez olyan, az mint, mikor, mint mikor tudod, valami nagyon monoton munkát végzem, mondjuk cipőket talpalsz, mint az állat, és tudod, 8 órában cipőket tapasz, és már a hatodikban faszott ki van, és olyan fáradt vagy, mint a dög. Uh -huh. De hogyha tudod, a nap felénél átmész egy kicsit, mit tudom én, esernyőt hajtogatni 10 percet, akkor úgy érzed, tudod, hogy így felfrissülsz, pedig akkor is dolgozol. Ja, tehát, hogy, tehát hogy sokszor a környezetváltozás egyébként, vagy az, hogy kikerülsz a ritmusodból, lehet, hogy tudod, mondjuk egy vidéki életből, egy ilyen nagyon nyüzsgő belvárosba bemész egy hétvégére, ahol egész nap öresz, mint a szár, mégis olyan, mint hogyha tudod persze, persze, mert más. Mert más. Igen, igen. Igen, igen, Tehát az az igazság, hogy a környezetváltozás sokat segít, ha csak a rövid időre is. De jó volt nagyon. Egyetlen egy negatív volt a szállásunknak, hát az nagyon vicces volt, hogy viszonylag közel volt egy vonat sín. Hát tudod, Tudom, hogy ott a... zebegényben, ott, ott végig egy vonat. A Tehát megy, megy végig egy vonat. Ja, 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 És hát ö, olyan mindig ugyanakkor olyan hajnali, mondjuk olyan kettő és három fele elment valami rohadék tehervonat, uh -huh. és gyakorlatilag az első éjszaka arra keltem fel, hogy baszki, most ez mi? Minden mozog így, Egy motoros mint medver. a kurva élet, é. és tudjátok, így azt hittük, kb. ránk fog dőlni a ház, de persze nem. Csak annyira durva, hogy nem tudom, hogy mit, mi mehetett, szerintem ilyen autókat, azt, azt látom, hogy rengeteg autót szállítanak azon a vonalon, mm. és szerintem ilyen rohadt nagy teher van a teleautóval, vagy nem tudom, mi volt, de hirtelen elgondolkozom, hogy lehetséges a földrengés, lát, az nem lehet. Nem. De vicces a ez az egy dolog ránt vissza a valóságba. Itt vagyunk a természet. Egyet? és akkor vonat. De vonat. De de Amúgy igen, ez az egy dolog volt, ami kicsit olyan fura, de, de vicces volt, mert ilyenkor mindig felidéztem magamban, tudjátok, a honlapját ennek a háznak, hogy kellemes, csendes feltöltődés. Igen, feltöltődés a természetben. Igen, a természetben, és... Is... Igen, egy záró, azért jön a vonat. Na mindegy. De, Igen. de, de amúgy ettől független, ettől leszámítva, lesz hogy ezt számítva, jó volt, tényleg nagyon jó volt így feltöltődni, meg, meg kirándulgatni meg felfedeztem ott a gasztronómiai élményeket, no. a cukrászdákat, no, az a, a amúgy tényleg. Az a <laughs> ez, ez, volt a programnak a nagy része. De jó volt, ettem finomakat, finom, finom no, dolgok megjön. vannak ott arra felem. No, majd mesélsz, mert majd akarok Ú, mesé... tényleg, azt hogy majd, majd, mesélek, igen, igen, igen. Helyzet, igen. Hogy... Na. Úgyhogy, úgyhogy annyit elárulok, hogy van egy nagyon híres zebegényi réteses. Így van. Úff, Ré... Fúf. Így van. Azt meg lett kóstolva. Mi is sétáltunk egy sí. keveset az a réteses? De megérte. ]hez? Aztán a szállás mellé vissza mert elfogyott a rétes. Én pont azt akartam hogy kellett fordulni. Nem, Én addig kibírta, mert visszahitom a szállásra a rétes, majd ott megeszek egyet. Mert kettőt vettem. Kettőt vettem. Mondom, megeszek egyet. Igen. És így, hát, nem. Meg mind a elfogyott. Milyen Na, rétes parancsoltok? Igen. Igen, na, na, az nagyon finom, azt tudom ajánlani bárkinek. Igen, tényleg. ezt ah, emlékeztek rá, én is, mikor hazajöttem a, ö, ö, nyáron, akkor mondtam nektek, hogy, hogy, hogy a, a, azt, azt, nézzétek meg. De az tényleg nagyon finom. Mert nagyon az, nagyon az, az tényleg iszonyatosan finom. Nekem nagyon. az volt a baj, hogy belekóstoltam meg egyet, és jó, Igen. Amúgy ez tényleg jó, finom. nagyon finom. Nagyon, jó volt. Egy. Ja, úgyhogy csodálkoztam is, hogy kérdezik tőlem, hogy itt szeretném most megenni. Mondom, hát igen, á, nem, nem, nem elviszem, maga. és látom a lánya, hogy hát, Kették. jó, van, akkor kettőt. Ja, tudi, amúgy a négyes, tudod, ilyen papír Tudod, no? van, és a négyes volt nála, és mondom, hogy csak kettőt kérlek, és így, oké, Todi, elrakta a négyest, így elővette a kettest, néz rám, jó, mit ő kell? Tudta. Ő, tudta. tudta pontosan, tudta. amúgy. Mi nézték, nézegettek el de a felségemben a hátizsákot, hogy most pontosan akkor mennyi fér ebbe bele, vagy hogy vagy Az volt a gyanús amúgy, hogy előttem valaki ilyen, nem tudom, tízem darabot vett. Hát mondom, de mi az? Azért is kell figyelni rá, mert egész nap aján, csinálják igen. amúgy. Igen. tehát nincs az, hogy most tudod, kilenckor kifogy, kifagy, de mert már mondom, folyamatosan csinálják, de ja, amúgy azért szokott így, így mit tudom én azt mondják, hogy egy fél óra múlva, gyere vissza, vagy egy óra M múlva, mert, mert készül, ilyen nagy mennyiség Igen, veszik. igen, az egész nap sütik. Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt. De minden esetre az tényleg nagyon fasz. Minden esetre tényleg a környék remek volt, akivel találkoztam még egyszer, nagyon aranyosak voltak. Tényleg eszméletlen jó volt. Um, Úgyhogy úgy, király. Na, ezt, ezt a történet még elmesélem. Egy ilyen találkozó sztori, ezt már Pistéknek meséltem, de annyira aranyos volt. Kézzétek, ültem egy étterembe, és akkor hirtelen, így a, így a perifériás látásomból, így megjelent egy srác, jön felém egy kisbabával, és így mondom, ez már egyre gyanúsabb, hogy ez most itt mi történik. Meg kell keresztelni. És tudjátok, így, így odajött is mondta, hogy ne arra, ha nem zavarok, csak egy másodperc az egész, mondom, úristen, mi történik és elkezdte így a. Kisbabáról erről lecipzározni a kabátot, mondom, hát most már egyre <laughs> És aztán meglátta, hogy a viárda-viáros buddy-ba volt a kis srác, olyan aranyosak voltak, úgyhogy innen is üdvözlöm őket. Na, tök menő volt mindig, a kis buddy ezek mindig, ezek mindig De tök cok. véletlen volt az egész. úgyhogy ezek Ez, ez cok jó sztori. Egyébként nagyon aranyosak, meg tényleg amúgy nagyon jó látni, nagyon jó ötlet volt ez a, az a kis bébi rugdalózó. Főleg, hogy a, 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 azzal a termékkel is úgy választottunk, hogy az is egy ilyen full made in Hungary az teljesen az. Ö, cucc meg ilyen nagyon-nagyon odafigyelve arra, hogy milyen minőségi stílusú cucc. Igen, igen, igen. igen, igen. Úgyhogy reménykedünk. Úgyhogy benne. lehet, hogy tovább fejlesztjük ezt a ruhát. Hú, most van egy nagyon jó ötlet egyébként. Az... Mert most, le, most lekerült, ugye? Most nem lehet venni. Mm, de, majd De ne aggódjatok, aki esetleg lemaradt erről a bébi ruháról, jön vissza majd. Igen. Igen, a ja. kis A lényeget az a baj, ne arra gíltok, hogy elváltam a témát, csak mielőtt elfelejtem, hogy ugye mindig erre kötünk rá, Lugodtam. hogy, hogy mennyibe került a létes, Jani? Úristen. Pénz kell. Nem, tudom, nem tudom. ez a baj veled, az meg. Mert te nem. Is úgy élsz mert már, hogy, hogy nem az, azt most érted, mondtam, hogy két rétes. Ja, jó. nem az, de most te már, te már régen nem nézed, mi mennyibe kerül. Nem nézem, mi mennyibe kerül. Nem tudom. Én azt tudom, hogy Debrecenben most bebúgattak egy rétesezőt, ami amúgy egészen jó, amúgy, és ott 600, nem forint, nem ott 600 forint egy rétes. De szerintem Debrecenben drágább, mint ott. Amúgy vissza tudom keresni. Visszakeressem? Mert ugye hát látszik a banki tranzakció. Visszakeresem nektek, várjátok, igen, megnézem. Igen, igen, igen. Szerintem simán visszatudom keresni. Nem, mondom, nálunk, nálunk, azt tudom, hogy 600 körül van, vagy nem körül, 600 forint egy, 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 egy rétes, egy Debrecenben. Jaj. mákos. Mákos A belvárosban. Aha, aha. Ami jó. Nem tudom, hogy ott mennyi lehet, de na. Mondom neked, mert látom. Ez kérek szépen 900, 950 forint volt, kettő darab. Aha, az mondom, hogy biztos, hogy olcsóbb, mint, biztos, olcsóbb, mint itt olcsóbb. a Ja, ja, ja. Ja, menő, menő. Két darab, én az tök jó. Ja, 500 körül van. Engem. Egy darab. Teljesen jó, és mondom, és, 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 és is iszonyat jó. Tényleg. Ja, az mondom, bosszos. Te ja. Tehát teljesen bosszos. Az, mondom, hogy tudod, az az igazság, hogy a legtöbb helyen így a, az egész milliótól az árán. Uh -huh. nagyon sok szar. De egy belvárosban biztos, hogy drágább, akkor is a szar. Tehát nem az határozza meg mm. ö, a, ö, a, dolgokat. Igen, igen, igen. Igen. De amúgy az, az tényleg teljesen király. Vettem sütit is, rácok, az drágább volt, ha emlékszem. Hát na. Ott, ott, két szertét fizettem valami 2000 valány forintot, és így néztem, hogy hogy lett egy drágább az a sütik? <gül> <gül> az, az feltűnt egyébként. Igen. Az durva volt. Ha valaki amúgy, ó, bazdán mindig elfelejtem, hogy merre van az, Mm, van egy rétes ház itt a közelben egyébként Debrecenben, egy másik városban, Pémet is, nem eszembe. Ez, ez, ezt a város mindig elfelejtem. Azt köszönöm. Poroszló, a, a, a Porosztó. rétes, az, na, az még olyan, hogy, hogy az, 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 gyilopornó, csak az ki kell, ott, ott várni kell. De, de az nagyon-nagyon jó. A poroszló az bosszos. Az nagyon Hó, az Egyébként, kemény. ha a sorrendbe kell állítani, akkor nekem az a top. Neked az a top? A poroszló. Nekem top. amúgy az az ebegény jobban, jobban bejött, légy, a, a cucca. Nem tudom, az is lehet, hogy egyébként nem volt már annyira friss, amit kaptam. Ah, de finom volt, nagyon, tehát nagyon-nagyon finom. Hát lehet, hogy de, az éberadatban az volt, csak kettő kell. Csak a poroszlóinál én úgy értem, baszki, hogy gyakorlatilag ott akkor vették a sütőt. Ja, hát, hát az... Hát olyan volt, hogy Jézusom, az, na az nagyon jó az a réteses, az is... Igen, de ott van most már több minden, meg, meg amit porosz, poroszlón, az, 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 az is nagyon-nagyon-nagyon finom. Nagyon, nagyon, nagyon finom. Nagyon Fura, mert tudod, hogy nem vagyok amúgy alapvetően édes egyáltalán, csak amikor tudod így elmegyek valahova, ahol van. De vannak, ezeket akkor érdemes megkóstolni, ez ezek ilyen nevezetességek Persze, Persze, szóval... is se vagyok, uh, szinte egyáltalán, uh, meg, meg, tudod, ilyen, tehát így nem, nem nagyon szoktam ilyeneket Aha. Enni, de van egy-két dolog, amilyen, amilyen nagyon betalál nálam is, Aha. és így, nem tudom, egyszerűen nem lehet kihagyni. Hát elhiszem. A maklári stümmeres, stümmerben nagyon sokszor voltunk. A család az gyakorlatilag ilyen törzs volt ott addig, amíg. Igen. Amennyi. Meg nem nyílt Debrecenben a cukrászdájuk. Ja, igen. Itt van <laughs> a... Most már van. A... Ja, ja, ja. ja várj, az a piac utcán van? Igen. Aha, igen, tudom, igen, hogy igen, van. igen, igen. Az nyílt a kürtős kalásfagy is helyett. Ott, ott nyílt? Szerintem igen. ott. Az Apollo mellett van, nem? Vagy hülye vagy? Nem. Nem Akkor ott az van. nem az. Nem, az nem az, az nem az. Nem? Vágjátok mi! Ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a könyvesbolt mellett van. Ja, okay. ott Nem messze a okay, okay. Azt hiszem, okay. igen. igen. Én a múltkor ja. tudtam megbazeg, hogy ö, a kürtős kalács. Igen. Az csimnikék. Igen, az. Én nem tudtam bazegni. Mint a kémény. Én nem tudtam. Csak láttam egy ilyen külföldi ö, 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 tesztet róla. Aha, aha. Igen, Együkként. igen, igen, az, az. Csimni. Ö, ne. Csimlikék. Ez van. Ez, nem tudom, Debrecen egy ilyen rejtélyes hely egyébként. Ö, nem tudom, hogy ez hogy lehet, vagy mi a, vagy, vagy hogy mi, a, ö, mi, mi az oka, de én is nagyon sok mindenkivel beszélgetek, tudod, hogy ez nyílt, az nyílt Debrecenben, igen, is van, olyan is van, és így. Ó, ő ő nem hallott róla. tudod. Nem a nem dolog. Furcsa, mert ö, mert furán, furán mozognak ezek a dolgok uh -huh. Ú, így. Ö, valahogy nem tudom, mindenki foglalkozik a saját dolgával, kevés ilyen kalandvágyú ember van, a turisták fedezik fel. Uh, hát, megért, attól függ, hogy mi az érdeklődési köröd, hogyha olyan dolog nyílik, például nekem ez a stümmeres tudsz, ezt én képbe voltam, mm. hogy ez nyílik, meg hát ugye ez már a második üzletük. Mert már egymán van ugye a fórumban. Én nem tudok már ezekre a ilyen bevásárlók hogy nem járok. Ott van, csak, ott csak csokit csak, csak, lehet venni, mm -hmm. meg ilyen bombonokat, és akkor ez pedig rendes cukrászda, és csoki is. Ah, igen, ja. úgyhogy igen, itt, itt pörögnek a dolgok. Abszolút. Na nem. de az ilyen dolgokat egyébként tényleg érdemes kipróbálni, az ilyen helyi nevezetességeket. Ah, igen. Um, nagyon szépen köszönjük, srácok. Nem akartam, megmondom őszintén, erről a nagyon-nagyon mélységeiben beszélni, de... Muszáj. Öm, nagyon szépen köszönjük, öm, hogy, öm, hogy hogy tegnap ráúratotok a webshopra. Ó, igen. Öm, ezzel kapcsolatban öm, van néhány dolog, ami ami, ami nem tudom mennyire említésre méltó, de szerintem egy picit tanulságosnak Beszélt is mondható, öm, stb. Öm, öm, nyilvánvalóan elképesztően gyorsan öm, elfogytak a, öm, ezek az emlékórák. Mm igazából én nem mondom azt, hogy, hogy nagyon köszönjük ezt nektek, hanem nagyon örülünk, hogy sikerült azon, akik nagyon szerettek volna szerezni, mert uh -huh. igazából ez a kollaboráció egy lehetőséget adott arra, hogy legyen egy ilyenetek, ahogy nekünk is, Igen. igazából. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó volt. Azt mindenképpen ilyen nagyon, hogy is mondjam, diplomatikusan fogalmazva, nem véletlenül volt 50 darab belőle. Oké? Okay? Oké. Okay. Tehát volt néhány ember, aki azt gondolta, hogy kibaszásból. Jaj, nem 5000 nem. darab készült ebből az órából. Én ezt most nem akarnám uh, igazából véleményezni ezt, a, ezt az állítást, vagy ezt a meghatározást, uh, de nem véletlenül 50 darab készült ebből. Uh, nyilvánvalóan uh, nekünk is vannak uh, korlátaink, uh, nekünk is vannak, uh, tudjátok, um, olyan. Uh, tehát, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy viszonylag komolyabb tervezést igénylő projekt, maradjunk ennyiben. Uh -huh. Úgyhogy ezekkel a visszajelzésekkel mit kezdeni nem nagyon lehet. Nem, tényleg nem tudunk. Öm, úgy, ez, úgy, igen. Megmondom nektek őszintén, ez egy nagyon furcsa folyamat volt, erről talán lehet nem is beszéltünk nektek még, de alapvetően ö, Pistivel azt beszéltük, hogy 25 darab legyen. Uh -huh. És aztán így nem Jani tudom Jani mennyi... miatt lett 50. Így van. Tehát nem tudom mennyi ideig gondolkoztam rá, és mondom, hát de nem, nem, az nagyon-nagyon kevés lesz. És emiatt lett 50, mi komolyan mondom nektek, tegnap is telefonáltunk Pistivel így este, és arról beszéltünk, hogy... Igen. Soha nem gondoltuk volna, hogy ezt ennyi idő alatt eladunk 50 darab ilyen e, drága órát, mert azért tényleg nem egy ilyen, nem tudom, 2000 forintos, nem tudom, vagy. Igen, kitűző, én is vagy valami? Nem, szóval nem számítottam én sem. Nem, nem. Uh, annak ellenére tényleg igyekeztünk, hogy nagyon merő, meg nagyon faszos ja. legyen. És uh, na mindegy, tehát nem véletlenül uh, nem lett ebből uh, több. Um, hát konkrétan az 50-et, hogy megléptük, hogy legyen 50 darab, azt így húztuk a szánkat, hogy hát. Reméljük Igen. el eladjuk azért. Én csak mondom, hogy István az evolvance is nagyon meglepődött. István Egyébként. az evolvance annyira meglepődött, hogy ő felhívott engem, hogy mikor indul már. Ez volt fél hétkor. Mert azt hitte, hogy még nem indult el az értékesítés, de addigra már réges Igen. Szóval ő nagyon meglepődött. Aztán ezen. ugye meg is, aztán ugye meg is, meg is, meg is, meg is ilyet. hogy akkor most Ezeket meg kell csinálni. Ezeket most gyorsan le is kell gyártani, igen, igen. De egyébként, egyébként uh, ilyen, ilyen kicsi side info, hogy, uh, hogy uh, van néhány darab, ami készen van. Uh, igen, előre le legyen. Egy, egy bizonyos át, százalékát uh, azt úgymond megvettük előre, uh -huh. és uh, Igen. Igen, tehát egy jó, jó néhány darabot el tudunk küldeni <coughs> minél hamarabb, tehát Igen. ugye egy-két egy héten belül, a többi viszont még ugye gyártás alatt lesz, tehát az hosszabb idő lesz. Igen, tehát van egy előfinanszírozása ennek. Nyilvánvalóan mondom, én megértem, hogy a, hogy ugye sokan csalódottak voltak, hogy nem sikerült nekik, most. Hát, mi, mi is nyilván sajnáljuk, hogy nem mindenki tudott venni, ö, aki, ö, aki szeretett volna, ö, de srácok, muszáj azért keretek közé ö, tenni, uralkodni Persze. kell az embernek magán, mert nagyon-nagyon-nagyon bohókás, meg nevetséges szituációk alakulnak ki, tehát ö, na, tehát nem tudjuk, az a baj, nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy valaki annyira szereti a csatornát, hogy akar venni egy ilyen tíz éves emlékórát magának, és utána nem sikerül, és úgy utál minket, mint a szart, és leiratkozik, és elmegy. Tehát, hogy így és ez volt ilyen? Volt ilyen. De most nem ez, ez most a baj, mert mondja. felőlem menjen is, de most nem ez a lényeg, hanem hogy hol van a ráció a kettő között? Mm. Hogy így, hogy múlik el egyik másodperccel a másikra. Értitek? Hi. Tehát az a, az a lényeg, én gondolkoztam rajta tegnap, itt Magyarországon van egy réteg, aki megszokta ezt a limitált szériás ilyen droprendszerű vásárlás már. Mm -hmm ez olyan, mint külföldön a sorban állás. Hogy a magyarok nagy része azt sem szokta még meg, ahogyan ez, ezt a rendszert sem, és vannak olyanok, akik most miattunk ugye egy ilyen nagyobb értékű, általa nagyon vágyott dolgot szeretett volna, és egyszerűen nem ho, jutott hozzá. Nem. hozzá igen, és igen, és igen. tudjátok, hogy, tehát, hogy nincsenek hozzászokva az emberek ehhez a rendszerhez. Ezt, ezt, meg, kell, ezt meg kell szokni. Uh -huh. Nekem. Igen, igen. És mondom, ahogy az előbb mondtam, és többször nem, szeretném, nem szerettem volna elmondani, vagy nem szeretném elmondani, megvan az oka annak, hogy miért 50 darab volt ebből az órából. Szerintem az értelmesebb emberek, akik tudnak gondolkodni mondjuk olyan szinten, hogy mondjuk összeadni vagy szorozni, azok tudják, hogy miért csak ennyi volt. Tehát mm -hmm. ez nem úgy működik, mint egy póló. Hát nem, egyáltalán nem. Persze Sziké, időrendi sorrendben lesz a sorszám kiosztva, hogy ne? Igen. Az, az nem gond. Egyébként egy, egy ilyen nagyon inkognitós infó, csak hogy legyen hozzávetőleges uh, fogalmatok. Uh, nálunk, tehát hogy mondjam nektek, úr, na várj, hogy kell szépen mondani, Jani? Na, hogy? A közönség méretéhez képest, uh, az, hogy uh, mekkora me, 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 darab szám volt uh, ebből az órából, uh, nyilvánvalóan uh, az Apple Vance, meg mi is nézegettük így, hogy, hogy, hogy nagyjából hova lőjük be ezt a dolgot. Vannak statisztikák arról, hogy mekkora közönséggel lehet mennyit eladni ilyen jellegű dologból ja, itt Magyarországon. Ilyen. Eddig nem nagyon sikerült ez még. Még fele ennyire se. Ja, nem. Nem. Nagyon durva volt. Úgyhogy ez, ez meglepő volt minden Nagyon szinten. meglepő volt, de nekünk is az volt, tényleg nem számítottunk erre. Ez halálkomolyan mondjuk nektek. Igen. De az tényleg nagyon, nagyon sokan túlkapták ezt a dolgot, meg valaki olyanokat a hogy nem is értem, hogy, hogy ez valami csalás volt, meg hogy ez lehetetlen. Hát figyelj, én, de hogy milyen csalás. Én én, 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 én rengeteg cipődroppal vettem már részt, Jani. Aha. Ott is ilyen a szekció. Ja, hogy mondják, gondolom. hogy uh, Mr. Nike. Governor, de President, de... please die! Én, én továbbra is azt mondjátok, hogy ez hogyan lenne csalás, vagy hogy miért, miért, miért csaltunk? Én, volna, én csak vagy... azt sajnálom, hogy néhány én ismerősöm nagyon, megharag, nagyon megharagudott ránk. Amúgy. Ah, ja. Nem az nem az tudom. igazság, mert természetesen ugye a backdoorozás itt is elkezdődött. Persze. Tehát megkerestek oh. minket ismerősök, hogy. Figyumára, egy egyet, egyet, egyet már félre, meg minden, és, mond, félre egyet. és ugye mondtuk, hogy nem. Ja. Nem, hogy senkinek nem. nem raktunk félre semmit. De ebből legyen? ez csak nektek volt, és, és, és hát nyilván ők haragszanak. Jó van a geci, rohadjon meg. Ez van. Igen, igen. Ah, Úgyhogy úgy, ez... úgy, úgy, nem volt kiskapu, senkinek nem raktunk félre semmit. Nem, egyetlen egy darab sem ismerősnek ment semmi nem. ilyesmi. Egyébként látom hogy keresztül, hogy nekünk van-e már ilyen óránk. Hát alapvetően nincsen, tehát egy darab van, ami, 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 ami nem is százszázalékos. Igen. Ami, ami alapján a képeket és a videókat készítettük a honlapra. Az az egy van nekünk. Az az, az, az egy darab van itt a, a stúdióban, nekünk sincsen egyébként. Ja. Tehát ez egy ez egészen-egészen-egészen más dolog. De mondom, annak idején emiatt szoktunk le a játékozásról a social platformokon, stb., mert az is hasonló volt. Na jó, hát azért ez teljesen. Ö, más. Igen, de nyilván nem ilyen. Nem. Mondom, láttam én is ö, ezeket a dolgokat már, hogy mondom, online sok ilyen dologba vettem részt. Barom izgalmas egyébként ez, hogy vajon sikerül levenned vagy nem. De én látom azt, hogy itthon, itthon, itthon nem így, tehát nem így szocializálódtak vásárlás szinten az emberek, ami, ami érthető, mert itthon azért nem nagyon csináltak ilyen dolgokat. Nem, nem, nem. Sőt, igazából, hát nagyon kevés helyen van itthon drop amikor tudjátok, az van, hogy, hogy nem a terméket nyered meg egy nyereményjátékon, hanem a jogot, hogy vásárolj. Jaj, azt nagyon. És ez így. Jó, ez mondjuk ez sem olyan volt, itt aki gyors volt. Igen de, az, igen, de igen, igen, de gyakorlatilag itt is tulajdonképpen, igen, mert ez first come, first igen. serve, de tulajdonképpen. Itt is, itt is azért versenyeztél, hogy, hogy, hogy meg meglegyen. Lehest. Igen, igen. igen. Ez, egy, ez egy kicsit idegen még itthon szerintem. Az emberek igen, nem lehet. szokták még meg. De hát, amúgy ha... nekem nagyon tetszett ez a koncepció, hogy majd még lehet, hogy lesz ilyen. De tényleg tök jó ezek a droppok. -ok. Igen. A miénk miben fog átélni az 50-től? Ezt említettük nektek, a miénk nem sorszámozott. Nem sorszámozott. Azért, le. azért nem sorszámozott, mert azt akartuk, hogy a tiétek legyen, tehát hogy tudjatok venni egyest. Így igaz tehát hogy legyen ez is meg, mert ugye ez volt a másik rétege, hogy volt, aki nem azon versenyzett, hogy egyáltalán tud-e venni órát, vagy nem, hanem neki az egyes kell. Meg valakinek a nem hanyas. tehát, hogy voltak igen. ilyen kérések, hogy ha lehet, akkor legyen már az enyém a 24-es, mert a 24-es nagyon szeretem. Igen. Aha, persze, bazzeg. Ahol tényleg ilyen tized másodperc különbségek voltak a rendelések között. Nagyon durva. Igen, de de maradjunk annyiban, hogy nyilvánvalóan, akinek nem sikerült és csalódottak, megértjük, srácok, mert én is csalódott lennék nyilvánvalóan. Lesznek még ilyen érdekes dolgok majd nálunk a jövőben, uh -huh. nyilván nem a közeljövőben, de lesznek majd ilyen dolgok, de amúgy kurva izgalmas egy ilyen. És biztos vagyok benne, hogy akinek sikerült izgis, izgis. az, ledobta a láncot. Azt tudja. De minden esetre, ami biztos, hogy az indulás pillanatában több mint kétezren voltatok az oldalon. Igen. És bírta a rendszer. Ennek úgy örülünk, amúgy, hogy el se tudjátok hinni. Tényleg? Tehát hogy annyira faszom volt. Oké, hogy valaki beragadt a fizetéstén, de az már ez egy egészen más téma. Igen. mert a fizetőrendszer az tök más egyébként. Uh -huh. Mert valaki például írta, hogy a, hogy a két lépcsős azonosításnál tud fent tőled, a bankjával, uh -huh. és amiatt nem sikerült az óra. Na hát ez szívás tényleg. De az már nem a mi uh, reszortunk úgymond, úgyhogy. Limitizálni az campuszt! Én szóbtam be így, szóbtam be így, ah, abban a pillanatban, tudod, mint az állat, és pörög, minden izé, és akkor oh, OTP, csekkol, telefon előtt, telefon előtt, Face ID, minden, jóváhagyva, ott már error volt, mert nem volt semmi. Igen, <susztan> <susztan> Igen az a baj. Vajon. Ezt én is szívtam már be, borzasztó gáz volt. Én is egy kicsit vártam az asztalt, de aztán elmúlt. Ja. Ez van. Nyilvánvalóan megvannak a hátulütői ennek a rendszernek, ö, ez van, ö, de Máshogy, máshogy hogyan csinálod ezt? Ja, sehogy. Tehát hát esetleg, esetleg egy olyan megoldás van, na, és akkor szerintem még, mérgesebb lettek, még mérgesebbek lettek. Mint a, volna. Mint a rendes reföl. Igen. Tehát ugye az van, hogy ezekben ja, a igen. droprendszerekben, amikor így működik, tudjátok, hogy kevés dolog van, és akkor ezt meg lehet venni, meg minden, öm, ezekben többféle szisztem működik. Öm, ez, a, amit most ti. Öm, Akartat, tehát, amiben most így részt vettetek, ez a first come, first serve rendszer, tehát uh -huh. a, aki a gyorsabb, az nyer. Van a referral rendszer, aminél pedig azt tudjuk megcsinálni, hogy mondjuk adunk nektek három napot, tudtok jelentkezni egy nyereményjátékra. De rendes bankkártyával. rendesen bankártyával? Rendesen a... bankártyával? Egy nyereményjátékra. Igen. És három nap múlva lesz egy sorsolás, ahol ötven szerencsés ember ki lesz választva, akinek abban pillanatban lesz a lét. Igen. Ez a, más ez rendszer. a másik rendszer. igen. Nem hogy tudom, műtödik. hogy ennek jobban erőltetek volna, mert szerintem még több ember lett volna, aki azt mondta volna, hogy ez így össze van baszva, meg minden. Hát igen. Általában a droppok így működnek egyébként. Lehet, hogy az ferebb, mert ott, ott, ott kevésbé ö, 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 van benne az internet, meg ilyenek. Uh -huh. De nálunk mindig mindenki jobb döntést hoz. Jó, persze, most lehet itt mondani. Szerintem ez teljesen rendben volt. Itt tényleg a gyorsaság nyert. Igen. Úgyhogy. úgyhogy valaki a, a panasz üzenete közben, miközben gyakorlatilag az anyánkba elküldött, jött rá arra, hogy jaj, az, meg, hogy itt ki lehetett tölteni előre az adatokat. Sokan de ő már az anyánkba elküldött, érted, hogy hogy ez ennyire gyorsan? Hogy? Hogy? Be hogy, hogy, se tudtam írni a nevem, meg mit tudom, és akkor utána rájött. Jaj, baj, hogy ja, hogy ja. Hogy, 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 hogy be is lehetett volna előre regisztrálni. Hát, de, ez, de ez megint csak, és bocs, hogy nevetek. Ez megint csak a rutin. Az a baj, hogy aki. Tehát, tényleg, ez ez rutinamúgy. Az, az a baj, szinte bármit veszel, ami ami mondjuk. Mert Magyarországon talán ott van ez a dolog ami nem ilyen szintű. Hogyha valami, tehát, hogyha valami olyan. Öm, öm, valami olyan terméket akarsz megvenni, aminél félsz, hogy túl sokat kell várni mm -hmm. rá. És akkor azért mész gyorsan igen, rá, igen, hogy igen, hamar igen. megjöjjön. O ott szoktál kezdeni, hát ott is, bazd, meg azonnal beregisztrálsz előre, Persze. ki van töltve mindent, tudod, one-click payment, meg az anyám picsája, meg Apple Pay, meg az anyám kinyomja, hát minél kell. legyen minden. Egyébként ezt mondom nektek, és hogyha legközelebb lesz ilyen egy, ilyen, egy ilyen guide, az Apple Pay, nagyon sok Apple pay fizettek, és az rögtön át. Hát ez kurva gyors. a szállítás meg mindent, és így. Meg nincs, ez a kurva ellenőrző igen. szar. Face ID vagy valami. Hát nem, nem, körül. az, csak hogy nincs kontrollőző, vagy tudja, ez a két lépcsős szar nincsen ja. az Apple ID-nál. Igen. Mert a, tudján, igen, igen, le, igen. Le, 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 lepítjen, hát az a két lépcső, hogy lepítjen, Igen, de nem igen. az van, hogy most a bankra rátirányítunk az anyádba, meg minden. Az Apple Pay-el az, az simán. De ny nyilván, meg, nyilván, meg a Google Pay is. Meg mond, a PayPal is. Így van, így van, így van. Ezek a praktikák működnek. Ez, 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 mondom nektek, hogy az jó volt. Bár valaki azt írt, hogy az is beszopta, mert neki meg rosszul volt kitöltve a címe. Hát, uh -huh. szívás. Na mindegy. Úgyhogy ez, ez, ilyen volt, nagyon izgal... amúgy tényleg nagyon izgalmas volt a tegnap este, meg, meg amúgy nagyon izgultam, hogy minden faszán menjen, meg működjön, de csak összejött. Úgyhogy örülök. Úgyhogy majd a, akiknek sikerült vásárolni, majd a napokban úgy is kapnak tőlünk még infókat arról, hogy mi újság. Igen, nyilvánvalóan, ugye mondom, lesz, aki hamarabb meg fogja kapni. Lesz, aki hamarabb kapja, igen. ez Nekünk megvan ugye a másodperc pontos sorrend. Hát még az ezred másodperc is. Ezred másodperc és, pontos igen. sorrend, mert nagyon fontosnak találtuk, hogy, hogy ugye tényleg a sorrend meg legyen, hogy ki hanyadik sorszámot kapta. Úgyhogy úgy, az megvan. Nyilvánvalóan azok kapnak először, akik a leggyorsabbak voltak, és akkor utána ugye, ahogy sikerül a gyártás. Pontosan, pontosan. Így lesz. Jó lesz, jó lesz. De milyen menő lesz összefutni egy ilyen emberrel, akinek van ilyen órája? Ja, főleg, hogy még nekünk nincs. <laughs> az még menőbb. Amúgy Köszönöm. igen. Ez a legmenőbb. De jó neked. <laughs> igen. Oh, oh, igen, igen, igen. Láttam, hogy itt írtatok, hogy a Supreme rendszer ilyen, és az is jól működik. Igen, az is first come, first serve. Az is uh, igen. Uh, ott nincs raffle. Uh, az mindig is ilyen a leggyorsabb kutya. Uh, uh, és az a rendszer is amúgy működik, uh, de egyébként mióta mióta, a, mióta úgymond felvásárolták egyébként a, 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 a Supreme-et azóta easy. Tehát, hogy igazából csak az ilyen szuper elmebeteg cuccok azok, amik ilyen nagyon gyorsan elmennek. Aha. Ha akarsz venni pólót, az meg felmész, az veszel. veszel tehát, most, már, most, már, most már nem olyan gáz az mm. Egyébként meg nem kell olyan problémát csinálni. Igen, meg, Azt... így, meg, így az ára se annyira nagyon beszed drága. Tehát... Hát igen, igen, de mindjárt beszélünk erről egyébként Daroli, mert láttam, hogy ez is tehát összeesküvés elmélet, itt szülemény. Na. egy másodperc. Csak azt akartam mondani, nem. hogy már annyira cink egyébként például a Supreme ezzel a reszerelt dologgal, hogy ugye árulják az emberek. E ezt nem lehet kikerülni, srácok. Mi próbáltuk kikerülni a viszonteladást uh -huh. azzal, hogy muszáj névre iratni, meg minden, meg ugye meg volt, hogy miket nem, nem engedtünk, hogy ráírjanak, stb. az órára, hogy mi legyen gravírozó bele, Aki el akarja adni, így is is eladja. Aki meg annyira akarja, az meg lesz arra, hogy milyen név van rajta, szóval ez lényegtelen. De... De a suprema például, mert felosztatok ezt a példát, manapság már van olyan baz meg, hogy mit tudom én, fent van a supreme egy, én, egy, egy, 30 eurós póló, uh -huh. és magyar viszontálladói boltban ott van 45 ezerért. Úgyhogy még van készletem. És így odamész, és veszel egyet a vettel, és kihozzák az a három nap alatt. Fasza. 30 euróért, de már 45 ezerre lehet venni hogy a majd? Így van. Na mindegy, furák ezek a dolgok. Ez van. A Beszéljünk órákról, milyen órát kapott, ez nagyon fontos. Ö, ő egy prototípus darabot kapott uh -huh. a, a, az órából, ami az egyik, ami a miénk lesz. Így igaz. Tehát a számozatlan. Tehát órából nem a tiétekből kapott, kapott, és nem plusz darab készült. Akik megvették, tegnap zsír ujat fognak kapni. Engem. Értem, Érthetően szóval ember hozzá fog nyúlni, mert valaki összerakja. De azt akartam mondani, hogy még ember sem nyúl hozzá, de hát valaki összerakja, tehát ő. Tehát tök új lesz. A mindenki zsírújat Igen, tudom, eldír, hogy elmondta a videóban, de a legtöbb ember, aki megkérdezi, hogy akkor mégis hogy kapott órát az őszinté, vagy a beszéljünk órákról ö, 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 videóba ö, az úriember, az nem nézi meg a videót. A legtöbb, hát ember, a legtöbb, a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy rohadékok vagyunk, ők nem tudják, hogy mi mit csinálunk srácok. Tehát, hogy ezt szokjátok van meg, hogy ez ilyenek. így van. A legtöbb ilyen dolog, aki, akik bejönnek és megkérdezik, hogy mit tudom én, mennyi pénzt keresünk egy hónapban, azok nem tudják, hogy, hogy mit csinálunk amúgy. A legtöbb de, nem, de ez amúgy Erre egy... már rájöttünk nagyon régóta. Hát igen, igen. De ez tényleg fontos volt letisztázni, hogy ne hogy azt higgyétek, hogy valaki ilyen valami használt órát fog kapni, nem? Nem, nem, nem. És azt se, higgy, higgyétek, hogy nála van egy ilyen titkos 51. darab, mert nincsen. Nincs. Tényleg nincs. Engem. Ez van. Um... Istenem Úgyhogy, ja, ennyi volt. Nem hogy felmerült a -e bármilyen érdekes kérdés még tegnap, most azon agyalok. Itt szerintem nem hiszem. Csalás nem volt. <laughs> nem voltak botok, nem magunknak vettünk 50 darabot. <laughs> <laughs> Pedig jó lett volna. <laughs> Úgy, jó lett volna. Nem volt backdoorozás, ez fontos. Igen, ezt már mondtam. Hogy az, Tényleg nem, nem volt. Pedig milyen jó lett volna. Majd legközelebb. Tudod. Hát figyelj. Meg kell dönteni ez, hát ez az 53 másodpercet meg kell dönteni. Igen, igen. De ugye volt már olyan a, az eladások történetében 5000 darabos limitált termék, amiből egy kurva darab nem ment ki. Mert mindegyik backdooros volt. Ha? Elindult a NFL, tudod? És autó. És, és így kész. És mindenki megkapta, hogy nem nyertél. Ez van. Kevesen nyertek. De már úgy, hogy De most meg már tényleg a nedi ment, hogy könyörögnek, hogy valaki küldje el egy skirisatot, hogy nyert senki. Ilyet, tehát, van, ahol ennyire A Mondjuk az kemény. Uh, igen. Uh, mindegy, srácok. Uh, ennyit, az el, el, ennyit mondom, nem akartam erről nagyon-nagyon bőven beszélni, nem is sikerült olyan nagyon sokat beszélni róla, de mindenképpen uh, említésre érdemes volt. Persze, Ezt most persze. csak azért mondom, hogy nem akartam annyira róla beszélni, mert olyan nincs mit. Hát, ez nem tudom, csinálni. És igen. És kész. És uh, kész. gondolkodunk uh, egyébként nagyon sok mindenről. Uh, még egyébként Most nagyon a, sok ötletünk van amúgy. A, a soba, amik lehetnek, Igen. és ö, ténylegesen, ö, ö, hogy mondjam, ö, ö, praktikus meg jó dolgokat ö, azt akarunk, azt akarunk továbbra Szeretném is. Szeretnénk továbbra is csinálni. Ja, ja, meg, meg tényleg így igyekszünk ezt a vonalat vinni tovább, ez a magyar, magyar termék legyen. Igy igyekszünk meg, hogy jó legyen. Magyarországon gyártsák, igen. Sajnos a pólóink meg a pulcsainkkal nem tudjuk megoldani még jelenleg, de egyébként erre is vannak törekvések, csak mondom. Egyébként a háttérben. De az még, az még marad a szokásos minőség, de ezen is dolgozunk. Csak az a baj, hogyha az ember egy, egy, egyet emel a minősége, mondjuk a pólókat illetően, ja. iszonyatosan megnő az ára. Mm. Ez, ez zavar minket a legjobban. Amúgy hogy azért most értitek, nem tudom most. 5000 forint egy póló, most csak mondtam valamit, és akkor mondjuk 15 ezerért már nem biztos, hogy szívesen veszi meg az ember pólókat, szóval na mindegy. Nehéz kérdés ez, dolgozunk a dolkon, az a lényeg, hogy tényleg igyekszünk, hogy minden jobb termékeket tudjunk nektek biztosítani. Uh -huh. ja. Igen. Igen. De vannak még ötletek erre az évre is. Vannak, szertek. csak sok minden nem múlik. Igen, igen hogy, hogy mi hogyan alakul, ezért sem szoktunk annyira nagyon spoilerezni, csak mikor már nagyon. Amikor már biztos. Mikor már nagyon biztos. Igen, igen. Igen. Ez a ruhákkal kapcsolatban, hogy van-e minőségbeli különbség? Van. van, nagyon sok van. van. Nézzétek, tudjátok, hogy hogy van ez a hozzáállás a termékekhez? Vonatkoztassatok el most konkrét termékektől, csak úgy általánosságban. Tudjátok, szokták mondani, hogy a jót könnyű megszokni, uh -huh. illetve egy, az, egy bizonyos szintből nem látsz feljebb, amíg nem próbálod ki. Legyen ez az alapvetése annak, ami, amiről beszélünk. Hogy ez olyan, hogy ha nagyon sokáig, mit tudom én, egy bizonyos árkategóriájú cuccod van, tök mindegy, hogy miből, akkor így azt mondod, hogy teljesen meg vagy vele elégedve. Uh -huh. És hogy ez így tök jó meg minden. De ha egyszer tudod, kipróbálsz ö, egy, egy jobb dolgot, egy magasabb minőségi cuccot. Mm -hmm. Lehet, hogy most tudod, ez egy magasabb árkategória, és nem tudsz le lecserélni mindent arra, de mindig érezni fogod a különbséget a között, meg a többi között. Pólóba például én, 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 egyébként nagyon jó példákat tudok erre mondani, ha van egy, van egy nem tudom, hogy hogy mondjam ezt, márkásabb, vagy, az nem mindig jobb. Ha van egy jobb pólótok, egy jó fajta pólótok, és az nem azt jelenti, hogy 70 ezer forintos póló kell legyen, tehát félre ne De van egy jobb fajta pólótok, amit szerettek, stb. Az általában ugye a minősége, ugye az anyag, ami megfogod, hogy mennyire vastag, mennyire kényelmes, uh -huh. uh, mennyire leszel benne kurva büdös, uh, fél óra alatt, stb. Uh, ezek azok a kategóriák, amiket tudsz uh, így vagy körbe tudod írni. Így nagyjából. Vagy ezt gondolod, hogy valószínűleg ez lehet a különbség egy uh -huh. meg polomegek között. Á, ne, ne, ne. Ez, 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 ez nem csak erről van szó. Srácok, ezt akartam mondani. Tehát nekem van olyan pólóm, ami ilyen ö, hát ilyen régebbi deszkás márkás, csak ugye tudjátok, hogy úgy sikerült megtartsák azok a márkák magukat, hogy ugyanúgy ma kerülnek, mint 30 évvel ezelőtt, nem drágábbak, mert uh -huh. ugye nem veszi meg már más őket. De én rendeltem 10 rugóért olyan pólót, ö, amit egyszer kimosol, és így elcsavarodik. Tehát soha többet nem ez egyenes. Uh -huh. és uh, ugye azonnal Igen. Ugye érzed a kopást rajta, meg hogy szöszösödik, meg minden szart. Uh, és az a baj, hogy a fast fashion meg mind ilyen. Tehát, emlékeztek, volt olyan uh, reggeli műsor, hát, amikor, szó, amikor, amikor beszéltem Igen. erről nektek, hogy nagyon sok olyan cucc van, ami arra van egyszerűen kitalálva, hogy így megveszed, és így hát felveszed kétszer, mert valamit, de meg a faszom tudja, és akkor utána meg már ilyen otthoni festős, meg nem tudom. Mert ez mert sajnos ilyen. Nyilvánvalóan lehet, az ingekről beszéltem korábban, igen, az is borzalmas, hogy ott milyen különbségek vannak, de most nem ez a lényeg. Tehát van különbség. Én nem azt mondom, hogy mindent meg lehet oldani, meg minden tud működni, stb. Csak azért mondom, mert kérdeztétek, hogy van-e különbség mondjuk egy ilyen, ha mi a magasabb szintre lépnénk egy pólóba. Van amúgy, bon. csak nem biztos, hogy megéri nektek. Így van, így van. Ez a dolog. Van. Tehát azt, azt elvitatni, hogy van különbség, nem szabad, mert van, amúgy kurvára van, de attól függ, hogy hogy, 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 hogy vagytok. A legtöbb, nagyon sok ilyen, tudod, ilyen nyomtatásos póló, ami van például, mm -hmm. tudjátok, mikor vesztek ilyen gamer pólót, hogy tudom, cyberpunkos, dúmos póló, faszom tudja, zenekaros póló, faszom kurva élet, ilyen cuccokat, hogyha vásároltak, tök mindegy, hogy honnan vagy mint, ezt most garantálom nektek, a nagy része szarabb, mint ez. Ja, igen, igen. Az biztos, hogy ebből amúgy, amiket lehet venni, hát kiválasztottuk már régóta topposát. Ja, ja. Meg mindig nézzük. Tehát az, az mindegyik szarab. Ja, ja. Az mindegyik szarab. Például. Amúgy igen. De ezt is tudjátok próbálni, meg meg tudjátok nézni. Talán az egy kicsit közvetlenebb dolog. De mondom, az a baj ezekkel a... Ezekkel a tehát ezzel, hogy most megéri a drágább, vagy nem éri meg a drágább, vagy hasonlók, hogy, hogy nyilvánvalóan nagyon nehéz meghatározni a, a, azt, hogy, hogy megérje valami vagy sem. Mert az a baj, hogy van egy árkategória, és ha már ilyen prémium, meg designer cuccokról van szó, amit itt említetek, egy idő után már nem erről van szó. De egy idő után már ugye azt kell ja, megfizetni, persze. hogy hogy kis példányszámban gyártott, azt kell megfizetni, hogy, hogy valami annyira extrém szabású termék, amiből nem tömeggyártanak, mert az embereknek csak egy ilyen kis része mer felvenni olyat. Meg ugye azt kell megfizetni, hogy ki tervezte. Meg azt kell megfizetni, hogy ki tervezte. De, már, De most nézzétek, srácok, ha van egy pulóver, aminek normál új hossza van, normálisan leér a töködig, ahogy kell, és van egy normális kapucnia, és tiszta fekete, és megveszed 10 forintért, vagy 15.000 ezer forintért, az olyan, amilyen, ha megveszel egy 30 ezer forintos ugyanilyen pulóvert, az valószínűleg valamennyivel jobb minőségű lesz, de hasonló. De abban a pillanatban, ahogy valami designer baromállat kitalálja baszki, hogy akkor érjen a bokádig az ujja, a, a pulcsi meg érjen a csöcsödig, és a kapusznya legyen akkor, ahogy belefér egy hátizsák, és ezt te meglátod valami modellen, és de durva bassz meg ez a cucca, kurva anyádat, akkor abból a termékből nem fognak legyártani 100 ezer darabot, mert tudják, hogy olyan beteg fasz, mint te vagy, akinek most tetszik, nem Tevés sok van. Far. És onnantól kezdve, hogy keveset gyártanak belőle, már nem tudják hívni a China meneket, meg minden, és a rohadrága lesz az egész, a hype mellett is. Uh -huh. Tehát az a baj ezekkel a, ezekkel a cuccokkal, hogy nagyon sok körülmény van, ami miatt ilyen sokat kell fizetni ezekért a dolgokért. Én tényleg azt tudnám ezt hasonlítani, hogy azon a szinten már, amit mondjuk most Pisti is említett, ez az egész egy művészet amúgy. Persze. Maga a, ruha dizájn, meg a ruha, amit igen. megveszel. Tehát ez olyan, mintha megvennél egy, 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 egy festményt szinte. Hát, hát, majdnem, csak össze, ugye valaki csak ezt meg, tudod hordani. Igen, de pont ugyanúgy, hogy a festmény is egy nagy rakás embernek nem mond semmit. Igen. Így, így a de dizájn azért mondom, hogy a kettő csak ugyanaz, szerintem. Tök ugyanaz, szerintem. Igen, igen. Én azt mondom, hogy, 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 hogy tudom, hogy ez ilyen befektetés, meg minden, de ha valaki olyan végtelenül kíváncsi arra, hogy mitől olyan, olyan dolgok ezek a designer cók szóval, mógi mitől ilyen geci drágák, ha nem is azt mondom, hogy vegyél egyet, mert nyilván sokba kerül, stb. Menjél be valami boltba, ahol van, és vedd fel. Mert én garantálom neked, hogy 99% esély van rá, hogy így felveszed, és így... Oké. Okay. mert, 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 mert az kell, hogy egy ember, tehát hogyha nem tudod értékelni azt a különbséget, vagy téged nem izgat, akkor nem izgat és kész. Uh -huh. Tehát most ez olyan bazd hogy most mit tudom én, egy, egy, egy műértő meg, akár meddig magyarázza neked, hogy egy festmény miért kerül 100 millió dollárba az meg, aztán lefosod, hülye vagy, hogy néz ez ki? Igen, Beírom persze. a Google-ba hogy kutya meg fasz most egy olyan embernek magyarázhatod, baszki. Ki, ki nem szarja le. És nem is az ő hibája. Most mi a pékfaszának vegyen valaki művészetet, ha nem tudja értékelni? Minek? Uh -huh. Az Arilas most dobja ki a Korn kollekciót, tudom, négy napja így ülök, hogy. Most lesz az? 27. Érdekes. Péntek éjfőn. Érdekes. Ez olyan érdekes, a hogy pont az a korszak, milyen. Igen. Na, de értitek, hogy, hogy, hogy ez van. Nekem is van rettentő sok olyan dolog, amiért nagyon sok ember annyit fizet, mint az állat, és így nem tudok. Egyszerűen nem, tudok, nem, tudom, értékelni. Ja, nekem, nem tudom értékelni. Nekem nem jelent semmit. Hát ez így van, ez ember kell. Egyébként, a, egyébként a, legtöbb, egyébként a, legtöbb, dolog dologgal így van az ember, hogy, 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 hogy ha ő, tehát, tehát hiába nem tudnak meggyőzni róla. Persze mikor kiesik, hát, tudod, a... a tehát, tehát én Meg bőle, tudod érteni a amúgy, ha elmagyarázzák, me megérte, de, csak, de együtt érezni nem nagyon lehet. Csak igen. hogyha nagyon elkap egy bizonyos Pontosan. Gyerek. Ez most ugyanolyan, tudjátok, amikor így, amikor tudjátok, van mondjuk három ö, ilyen ö, grill per barbecue rajongó haverotok, és ö, ö, találkozunk valakikkel a társaságban, és elkezdik mondani, hogy a 70 ezer forintos gömgrill a best ever, hát, és akkor mindenki, tudod, ezen már túl van, Jaj. és két évvel később tud, szétszerelték magukat a legdrágább Weberrel, meg mindennel, és így hogy a Weber nem éri meg. Hülyeség. Egy fém tojás az egész, ki nem szarja le. És ott ülök én, aki, aki sose fog ilyet venni. De tudom, hogy számolok vissza. Tíztől, hogy a gyerek mindjárt el fog menni. Nem, mint haza. Tehát konkrétan haza fog menni, szegény gyerek. Úgy, én és én megértem, és hiába magyarázod el nekem, hogy ennyire fasz az a grill, én nem tudom ezt használni, mert nincs hol, nem fog uh -huh. venni ilyet. De értem. Ez ugyanolyan, mint amikor elkezdik magyarázni az meg azt, hogy valakinek 700 ezer fontos orsója van a horgászboton. És akkor jön valaki, aki 35 ja, éve horgászik, és azt mondja, ne? hogy neki jó 20 ezer fontos tökéletes. És jössz, és ránézel az órádra, és számolsz vissza tíztől. Mindjárt haza fog menni. Vigyázz, haza! Vagy összeverekednek. Nem tudom, mi lesz, de... Igen. Istenem. Igen. Úgy úgy mondom, am amit az ember nem tud értékelni, én ezeket nem tudom, az a baj, nem tudom értékelni, fogalmam sincs, mit jelent a minőségbeli előrelépés, és egy csomó mindenkinek van ugyanilyen uh -huh. dolog. Ez most olyan, mint amikor valaki azt próbálja hogy mondjuk, mit tudom én, egy karóra megéri a pénzét, vagy sem, aki nem hordó Pont, most neki nem tök mindegy, de teljesen mindegy. Persze. És most ez, ez, ugyanolyan. Tehát most a kérdésre az, a, tehát mint válasz az, hogy most vajon, a, hogyha mondjuk, mit tudom én, magasabb szinten lépsz egy pólóba, akkor ére érződne -e a különbség az 5 és a 10 fontos póló között? Szóval az a baj, hogy most érted. Nem mindenki érezne a különbséget. Nem mindenki érez különbséget. Mert hát ott kell legyen mellett a másik. Ah, ez a legdurvább, igen. Akkor, akkor érzed igazán a különbséget. Igen. Így önmagában lehet, hogy így valaki, mit tudja, venne egy 15 ezeres polót, és így, hát nem rossz. Ez olyan, amikor valaki mondja. De történt. hogyha ott lenne mellette a, a, mondjuk a mostani, akkor rögtön. Mi ezzel hát nagyon nem. sokat manipuláltunk, erről már beszéltem veletek sokszor, de ez ugyanolyan, amikor mondja, hogy alatt megvettem 300 ezer forintért a tévévet, kurva jó. A másik gyerek mondja, megvettem 130 ezer forintért a tévévet, gyönyörű van. Ugyanaz. Teljesen elég <laughs> vele. És így természetesen az vagy. És, de tényleg, és nincs ezzel az ég egyet a világon semmi gond. Van, aki egy másikat, bazd meg. Meg a, meg a, boltba is szépen vedd meg, amire van pénzed, azt menj Mert kalibrált képen odarakunk, odarakják már az meg az ugyanakkor a méretű tévét, ami teljesen a okokból kétszer annyiba kerül, Aha. vagy háromszor, és így nem olyan. De, otthon, de ez a szép benne, hogy otthon nincs mellette másik. Pontosan, pontosan amúgy. Egyébként, Marci, ez is egy kiváló és teljesen életidegen kérdés, amikor mi teszteltük a sült krumplikat az is egy pontosan ugyanolyan dolog. Hogy, de soha nem kerülsz abba az élethelyzetbe, hogy te egymás után egy ilyen Burger king krumplit. Mert nem kerülsz abba a helyzetbe. No, mert, az... mert, 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 ugye vagy itt, vagy, vagy ott. Igen, egymás nem nagyon szoktál így átugrani egy, egyikből a másikba. Igen, és, és pont ja. ez, az, hogy amikor összehasonlítás van, akkor érted ugyanaz, hogy most azt mondtuk, hogy a, akkor azt mondtuk, hogy ebben így van, mert az, de most nem ez a lényeg. Uh, de, 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 egyszerűen azt mondja, hogy mindenki, ah nem, hát, tükör, hát, hát, ez nem igaz. És így Honnan tudod? Sose kóstoltad meg egymás után azt a hármat, ahogy mi sem. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, hogy hogyan döntöd el, hogy, hogy mi az, ami megéri neked, meg mi az, ami nem. Ezért szokták azt mondani, hogy azért egy nagyobb kiadás, akárha csak egy pólóról van szó, az, 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 az utána járást igényel. Egy nagyon fontos dolog van ebben, srácok, amiben nem tudom, hogy egyetértetek e velem, vagy sem, de amit én tudok tanácsolni, ilyen dologban. Ha te egy olyan ember vagy, aki öt rugót adok egy pólóért. Mm -hmm. És kész. Ez a lélektani határom. És egy repergyerek, vagy egy énekes, vagy egy filmstár, vagy egy youtuber, vagy egy autóversenyző árulja a humimumi pulóverét, vagy meglátsz rajta egy pulóvert, ami kurvára tetszik, vagy bocsánat, pólót, és az nem 5000 forint, hanem 30 000 forint, Úgyhogy neked fogalmad sincs, hogy mi az 5 meg a 30 közti különbség. Vagy hogy az jó-e vagy nem. A neten neved meg így, azért mert rajta az van. Jó. Ja, persze. Mert ez. Mert, tehát ilyet ne csináljátok. De, de tényleg, tehát ne. Mert ez tényleg mutasság. Mert akkor tényleg egy. Tehát ez egy nagyon meggondolatlan vásárlás. És. A, 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 tehát a vége az, hogy egy geci nagy a Valószínűleg. Mert értem, mert az a baj, hogy ameddig nem, ameddig nem, tehát ilyen elképzelhetetlen elvárásaid vannak, hogy ha adjam a kerek, akkor az hatszor. Hát azért nem. Tehát, így, ez nem igen. így működik. Tehát azért póló az póló. Igen, um, igen. és azért mondom, hogy, hogy, hogy ilyen meggondolatlan döntéseket szerintem ne hozzatok. A, az a baj, hogy a számok, azok nem mindig, de, sőt, erről beszéltünk nem annyira régen, hogy a számok csak számok. Uh -huh. Nem az határozza meg, hogy, hogy mi történik tehát ez egy sokkal komplexebb valami. Egyébként a vásárlásnál is. De higgyétek el, hogy ez így működik. Hogy legalább valami hasonlót próbáljatok ki. De, de én most akarom. Igen, tudom, ez a rák a mostani világnak. Uh -huh. De hogyha szeretnél ilyet, tehát az a baj, hogy ha nem jársz utána, vagy nem tudod, hogy mit veszel, akkor valójában nem is szeretnéd. Ez egy ilyen impulzus cucc. Ez az egyik, amit tudok tanácsolni, ilyen ruhat A másik, ha meglátsz valaki valamit ami geci jól néz uh -huh. az rajtad nem úgy fog állni. Ja, hát ez egész biztos. De tökre nem. Úristen, hogy néz ki ez a... Nézd meg azt a gyereket, hogy áll rajta ez a kabát, és hogy megrendeled, és neked bokáig ér. <laughs> Neki meg <terüket? gül> Igen, a modellek sokszor csalogákodtak. Most Úristen, de menő ez a farm. A képeken. Belülről bélelt, az meg úgy fog kinézni, mint Justin Timberlake, csak nem tudom összegombolni, de nem baj. A 195 centis modellen, igen. igen. Ezért jó ezek a, jó, ezek a leírások. A térdégén a, 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 125 centis <coughs> modellen. Igen, tehát, hogy amikor a így meglátod, nézzetek utána, amikor egy webshopra felmentek, és így, a hogy néz ki? Mi ezért csináltuk a saját webshopunkban ezt a gyakorlatilag dolgot, mert ez amúgy nagyon ez amúgy jó. Felmentek egy webshopra, és így meglátok egy pulóvert, vagy egy kabátot valakin, hogy hogy nem, ez kurva jó. És így legörget, és látod, hogy a modell 193 centi magas, és MS van rajta. És így ülsz, hogy ún várjál. Ez gond. <laughs> ez gond, az ez, gond. Ez gond, mert ő 30 centivel magasabb, és én el lesz tucukat, hordok, hajaj. <laughs> Tudod, gond, hú, hú, most így, ez így nagyon nem lesz jó, csak sokan nem teszik ezt meg, és impulzus vásárlásba beleszaladnak, drága cuccba. Hmm. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy különösen, hogyha, tehát ezért mondják, hogy jó a fast fashion. Persze. Ezért mondják azt, hogy jó a fast fashion, mert megveszel 3500 forintért egy ilyen divatpólót, azt, hogyha nem jó, akkor bassza meg magát. Érted? És még Éjj. azt is vissza küldeni az öbbá, meg az anyám picsáját, hogy hova. Az a baj, hogyha egy ilyen drágább cucc van, tehát valaki a úgymond meg Azt is vissza küldeni. Visszatudod küldeni, De... csak tudod, a csalódás nagyobb. Hát az biztos. Az a baj, a csalódás az nagyobb. Biztos. Tehát te, azt, te, te most, te most, te most kiadsz egy hatalmas pénzt, totál meggondolatlanul egy olyan dologra, amire soha nem költenél egyet, és cumi a vége. És aztán rossz. Nem em... áll jól. Nem jó. Hiába adják vissza a pénzt. Az, az élmény ezzel kapcsolatban, hogy na most bátor leszek, elromlik örökre, az a baj. Mm -hmm. Igen. 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 Igen, és az a baj, hogy valami után mondjuk nyolc napig nézelődsz minden szart, hogy megtudj róla amennyit kell, igen, és, és meg se veszed. Ez gyakoribb. De ez, még, de ez mégiscsak jobb, nem? amikor valaminek utána jársz, az, De az, az, állat, de az és nem a kaland, amíg utána jártál, az rohat jó. Igen. Én nem tudom, én élvezem így utána nézni a dolgoknak. Igen, és akkor végül nem is veszel. De az, a sokkal jobban annál, mint hogy meggondolod, é. hogy kibaszod a pénzed, amit utána hogy nézel, hogy ott van, hogy meg. És a végén levonod a következtetést. Lehet, hogy rájössz arra, hogy nem is kellene. Aha. És rá, elcsöztél rá egy hetet. De teljesen mindegy, mert legalább rájöttél. Jó az. Igen. Tudjátok, mi a leges, legkirályabb dolog? Amikor amikor nézel valamit, ami egy, ami egy megfontolást igénylő vásárlás, tehát mondjuk egy drágább valami, megnézed, utána jársz, hogy oké, okay, ez a cucc szkurva ez jó, ezt a kell venni belőle, ezt mondják, ezt az árkategóriát, faszak, átgondolod, azt tud még egy jó érzés lenni, és azt mondod, hogy hm, halad, nem kell, de van rá pénzed. Uh -huh. És egyszerűen végig gondolod, hogy hm, amúgy nem kell, sose fogom használni. De a kaland jó volt elképzelni, hogy Igen. mit fogsz benne csinálni, vagy mit fogsz vele csinálni, meg ilyenek és irányozni, nem, nem. Tök jó, Na, tovább. De jó, olyan, mint ha ny nyernél pénzt. Mint a találnál a Földön. A, mint a, a Földön. Konkrétan olyan. Igen. De tényleg, tehát te, te, az, hogy nem baszott ki az ablakon a pénzt, az fontos? Az jó dolog. Az mindenképpen jó dolog. Két napig nézegettem az órátokat, mikor rájöttem, hogy nem hordok órát. Igen, ez fontos. Ez, ezért mondtam azt, és ezért tanácsoltam ezt, srácok, hogy amikor amikor Elkap az impulzus, mondjuk például, amikor mi meg, mikor, mikor megmutatjuk az óránkat, vagy teljesen megy, hogy. Így, a, anyám! Ez nagyon akarom. Nem biztos. Nem, ez egy, nem, ez nem egy nem nagyon durva nem biztos. Át kell gondolni, mert ez ilyen. Ez is olyan például, hogy nekem nagyon nehéz, amikor a kategóriákról beszélgetünk, mikor a Janival beszélgetünk, arra legyen valami a websóbb, hogy most akkor ezt hogy csináljuk, hogy hogy kell ezt felmérni. Ilyen volt például a kulacs. Oh, az, ilyen igen. volt a kulacs. Hogy magas kulacs, de prémium minőségű faszán néz ki, kurva jó, ezeket tudom értékelni. Nem használ a kulacsot. Én. Soha. Igen. Szinte soha. Most így nem próbálom használni, meg ilyenek. de én, én, én nem iszok is te tudod, nem így iszom a kávémat, ö, stb. Én nem használok kulacsot. Soha. És ezért nekem ilyen rohadt nehéz egyáltalán belőni, hogy amúgy ezt megveszik emberek. És meg. Persze, hogy meg, mert valaki, mert valaki nap, minden nap használja, és kurva jó. Igen. Igen. Érted? És milyen boldogság tölt el vele egyébként, amikor olvasom a visszajelzéseket, hogy kipróbáltátok, és tényleg az meg 18 óra után is meleg benne az a szar. Igen. És ezek tök jó dolgok, hogy mi ezekkel kell foglalkozunk, de én felmérni ezt így nagyon-nagyon ez, ez, ez tényleg nagyon nehéz ott felmérni, hogy mennyi keres lesz, lesz erre, mert egyikünk se ilyen palackos kulasz. Egyébként vizet is jó inni benne, különösen, hogyha mit tudom én, tehát tudod, sokat mész, és tényleg nem akarod, hogy megmelegedjen meg, stb. De én nem csak ilyenek. Ez azért jó, mert teleöntöd, és amúgy észre sem veszed, de sokat többet iszol a nap végére. Igen, a menő elővenni. Menő is elővenni, meg meg az, hogy tudod, mindig ott van kéznél a víz. Igen. És azért fél bele több, mint fél liter, tehát tök jó. És szerintem. meg tudod védeni meg vele magad. És meg is tudod magad, vége. hát simán. Az, az a megdobsz valaki. Az a hogy folyadékkal töltve olyan súlya van, és olyan molekuláris integritás, hogy átdobod valakinek a fején. A simán amúgy. Ja. Igen, ez van. Igen, igen. de, de értedek, hogy miről van szó, hogy, hogy az is egy tök jó dolog, ami, ami, nekem, tehát én személy szerint biztos, hogy nem vennék. Igen, nem biztos. De, hogy a, de nem azért, mert nem. szar. Vagy egyáltalán nem, 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 egyáltalán nem. Azért, én nem használom, ez van. Úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok, megfontolhatnak kellene, srácok. Higgyétek el, hogy megvan egyébként a, a hozadéka annak, hogyha átgondoljátok a dolgokat. Aludjatok rá egyet, uh, stb. És most jó, persze mondod, arra elfogy. Jó, de időbe tudod. Uh -huh. Egyébként a saját példámon élek. Én is bejelentette a Korn az Arieszos együttműködését. Ami állati. Főleg, hogy ugye volt Adidas az Ariesz című, című szám a Korn-tól. Nem az, nem úgy indult, neki. <laughs> úgy indultunk neki, hogy mind kell. Mindent kell, nyilván idézőjelben, stb. Aztán én szépen meghámoztam, és rájöttem arra, hogy valójában egy dolog kell. Nem tizenegy. Onnan. Aha. Ami tényleg azt mondom, hogy azt, azt meg fogom venni. Jó, mondjuk ehhez hozzájárult bőven az is, hogy megnéztem, hogy mennyibe kerül, amúgy, hogy minden megbeszéltem. Most ez a lényeg. De, de, de szépen. Szépen átgondolni a dolgokat. Át kell azt gondolni, jól. Jól Pisti, jól tetted. Igen. Hogy, 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 mire van szükségetek. Ezért szoktam azt mondani egyébként, hogy mire költ az ember. Azon gondolkozzatok, hogy hogy, 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 tehát a prioritások. Nyilvánvalóan vannak a szükségletek, de most ugye itt, itt a, a, hobbikról, meg a kikapcsolódásról, meg az extrákról beszélgettünk ma. Uh -huh. Arra költsétek a pénzt, mert sok időt töltök. Igen. Hogyha, Pontosan. hogyha te szabad időben filmet nézel, vagy jobb tévét. Ha mindenki venni akarsz valamit. Ne okos órát vegyél, oké? Okay? Hogy Igen, ez jó lesz, mert elmész eltelt. futni, bazd meg. Pontosan. Nem. A videójátékokkal játszol, foglalkozzál azzal. Azt az élményt reszelgást, hogyha vásárolhatnék ott van, mert nem bírod bazd meg a konzumerizmust, meg a kibaszott kapitalizmust, és viszket a tököd, hogy megy hónapja nem lettél, valamit, kell azt valamit. a faszot, ki van meg, és akkor, de pénzem nincs bazd meg, és akkor így elköltünk 5000 forintot valami szarra, ami nem kell. Vágod? Tehát mm -hmm. ez nem. Azzal foglalkozatok. Ha valaki minden hétvégén horgászni áll, költs arra a pénzét. Elmész valaki, ez megtetszik, milyen gácsin egy tévéje van. Én értem, hogy öt percig áll a faszod, de ha nem nézel azt a szart, akkor minek? Így van. Arra Érted? kell költem, mivel sokat. Nem kell venni 45 millió forintos luxusautót, bazd meg a kurva élet faszát, hogyha egy kibaszott héten egy órát ülsz benne összesen. Ja. Akkor mikor fogdosod azt a szarbört, ha? Meg mi van? Arra, amikor beleülök, mikor ülsz bele? Év alatt 3000 kilométer köcsök érdemiről beszélek? Mm. Akkor, tehát ne a luxusra költs, költs másra. Igen. Ami Tentos fontos hanem. neked, ami, ami, ami passzió, stb. Ez, ez, ez egy ilyen dolog, hogy ha, érdekel. Na most ez van, hogy valaki most, az meg mit tudom én, ha valaki luxusautókat szeret és a, azzal akar utál, akkor ez egy egészen más dolog. De most valaki nem, valaki, tehát nem úgy működik, hogy hát amúgy van, úgy sok pénzem, de amúgy elég lenne nekem ja, De 10 persze. 10 12-re, hát az milyen gáz. Ez milyen? Egy... mondom, arra kell költeni, ami, 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 fontos neked. Élményre, utazásra, ha azt szereted. Ezek, nem tudom, ennél, jobbat én nem tudok mondani. Hát én Öm, a, a, nyilvánvalóan most itt a luxus dolgokról, az extra dolgokról ö, ö, beszélek. Hogy, hogy mondom, legyetek megfontoltabbak, mert, mert, mert az impulzus nagyon el tudja kapni az embert. Aztán, aztán akkor jut eszedbe, hogy a faszot ki van amúgy, kurvára nem kellett volna megvenni, amikor, amikor, már megjött. Nem azt mondom, mert ritkán előfordul. De az nagyon ritka. Uh -huh. Mikor így veszel arra, hogy ez a kellett volna, ez is így megjön, hogy jó, az ez tényleg kurva jó. Vagy ilyenek, ez van. Hát az a jó. De az nagyon ritkán van. Hát ritka. Az nagyon ritkán van. É. És mondom, itt most, itt most, uh, itt most nem számít az ár. Mert 3000 forintot is ki lehet dobni az ablakon. Ki? Ki? Ez biztos. De hogyha hm? vásárolni szeretnétek, oh, akkor az iponnal. <laughs> hogyha tudjátok, minden hónapban van egy nyereményjátékunk az iponnak kapcsolatban. Szeretnétek megbékíteni a lelketeket, hogy nem sikerült órát vásárolni? Nyerjetek 100 rugót. Nyerjetek 100 ezer forintot az alkalmazásunkon keresztül. Vagyis annak, annak megfelelő értékű vásárlási utalványt az hát az végül is az pénz. Akár is nézzük. Tulajdonképpen igen. <laughs> szóval a lényeg, hogy a The a VR abban elindult újra a nyereményjáték, lehet rá jelentkezni. Reméljük, hogy most szerencsésebben, mint a múltkor. Így van. Ö, és akkor ö, meg tudjátok nyerni. Jövő hét kedden, akkor ez 31-e, akkor fogják a fiúk majd elmondani, hogy ki nyert. Így van. A úgy reggeli úgy, műsorban elmondjuk majd, hogy ki volt a nyertes. Továbbra, tovább, tovább is az appon keresztül Nincs lehet... Továbbra is az appon keresztül lehet jelentkezni, és ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy ne felejtsétek el, minél többen jelentkeznek, azt azért csinálják, hogy neked minél kevesebb esélyed legyen. Milyen jó. Egy közösség vagyunk. Egy közösség vagyunk. <laughs> Radékok. Ma meg ennyi jelentkeztek, így sosem gyerek. Miért kellett elmondanod, Jani? Miért szóltál? Miért <laughs> Hát ez van. <laughs> De hajrá srácok, lehet újra jelentkezni. Így van. Még lesz, hát mennyi is? Három. Hát ezzel együtt három. Ezzel együtt három. Ezzel együtt három ebben az évben. És nem titok, hogy a következő hónapban lesz itt a nagy összeszerelés. Ú, uh, meg, azt várom. Be már. is van már írva nekünk a naptárban. Említettük nektek, hogy még egy nagy dolog, hogy majd összerakunk egy ilyen über megbaszó gépet az Iponnal, és azt meg is tudjátok majd nyerni. Lesz róla elvileg valami? Stream lesz. Vagy, videó? Stream lesz? Stream és lesz. És szerintem abban mi videó is lesz. Tehát, hogy minden a stream lesz. Stream. A no, menj a St egy stream lesz majd azt hiszem az Ipon csatornáján, uh, de majd úgy is szólunk ezzel kapcsolatban, ez novemberben lesz, és akkor ott az a gépet meg lehet nyerni? Azt a gépet rakjuk össze, hogy meg lehet nyerni. Értem. De azt azok között sorsoljuk ki, akik vettek órát, nem? nem, 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 nem. Ugyanúgy de. az alkalmazáson keresztül lehet majd megnyerni. Gépi bütös live lesz, az lesz novemberben. Csak nem itt nálunk. Csak nem itt nálunk lesz, hanem az iponosoknál lesz most. Igen. Ja, úgyhogy... Nem, szerintem az órások között kell is is lesz is lesz is is Az úgy lenne fel. legyen csak az. Hát úgy lenne fel, hát, nem. De nem, az már nagyon kivételezés lenne, nem? Csak viccelődik, persze. De én, de én, úgy érzem, kicsit, hogy úgy igen. Vagy megnézzük, hogy ki követ minket a legrégebben a YouTube-on, és ő nyeri. Nem, amúgy nem. Ő már nincs. Lehet, hogy már nem is néz minket. Így van. Ez igaz. Uh, csak nem. viccelődök persze, azt az majd meg lehet nyerni azt a gépet. Uh, biztos király lesz egyébként. É, a másik oldalról is lehet ezt nézni, hogy ugyanakkor lehet egy verseny is, Na. hogy nehogy megnyerd azt a gépet, ami azért hozzányultam. Az is lehet. Úgy lesz megépítve, a... és látszok, hogy ott még nem basztatok, az biztos. Igen, igen, igen. <laughs> Vagy összefirkálom amúgy direkt. Nem az, hogy összefirkálom, de én azért nem biztos, hogy rábíznám az életem arra, amit én építek. Nem, nem, nem. Ez, ez itt minden a legnagyobb rendben lesz. Majd meglátjátok. Be fog kapcsolni. Bebútol. Nem, nem amúgy, ami gépeket én építek, azok egyik sem működik. Nem. Nem. Persze. Hál' Isten, a 24 be mennek. Amúgy igen. igen. Úgyhogy, fuck yeah. Jó lesz. Um. azt kéne, egy ilyen egyedi proci hűtő rá, aminek a, az, az, az elej az az óra. Mennyire baszolni? Csak hát nem tudna nem felhúzni, az a baj. A kezedre? Hát, hogy, tudod, nem, mert automat a szerkezet, szóval rip. Tehát mm. hogy milyen menő lenne már. Na mindegy, srácok. Nem, nem ilyen lesz. Ezt most csak most jutott eszembe, ilyen hülyeségek jutnak eszembe, nem ilyen lesz. Csak úgy a a Ezt ne felejtsem el. Az mindenképp fog kelleni. Meg a csipeszt, a haj, Hogyha valami nem fér be, akkor tudjuk nyomatni. Úgyhogy ennyi volt, srácok. A VR tessék letölteni. Amúgy még az is meg fog újulni, de még arról sem beszéltünk. De sok majd az jövőre történik. lesz. Az Nagyon hogy sok az minden hogy történik. Nálunk olyan unalmas minden, mint a szar. Nagyon sok minden történik a háttérben, de majd jövőre van. Lehetne kevesebb újul. dolog egy kicsit, amúgy én jobban bírnám. Mert néha. De akkor unalmas lenne, nem? Legalább olyan sok minden van. Jó ez egyébként, csak mondom, a tíz éves videóban is ö, ö, mondtam, hogy hogy olyan nehéz megélni ezeket a dolgokat. Ja, ez igaz, így, amiatt, ez igaz, ez igaz. Így ezek miatt a dolgok miatt, hogy ennyire gyorsan haladnak. És persze tudod, tudsz úgy hozzáállni ezekhez így a saját oldaladról, hogy baj, az meg soha nem tudja senki, miről van szó. De nyilván azért ö, nem tud, tehát csak kevesen vannak, akik mindenről tudnak, ami történik nálunk, mert túl sok minden történik, és valójában én is alig tudom megélni ezeket a dolgokat, tudod, hogy így hogy így, hogy így benne, hogy akik mint tudom, most rá voltak készülve az óra meg ilyenek, hát ez nem tudom, valamikor ilyen 5 óra, negyed hat körül ö, jutott eszembe, hogy az most van, akkor hívtalak fel. Ja, ja, hogy... ja, Igen, igen. Igen, és akkor így ez volt a ked. Értitek, hogy miről beszélek, hogy, hogy túl sok minden, tényleg nagyon-nagyon sok minden tervezünk, meg csinálunk, és nehéz megélni azokat a dolgokat, amiket remélem ti megtudtok. Én is ebben reménykedem. De jó lesz, hogy visszagondolni ezekre. Szerintem is egyébként. Hát ez biztos. Meg ez, tehát most érted, ez az óra is olyan dolog, amit nem fogunk elfelejteni egy hamar. Az biztos, hogy volt ilyen. Aztán ki tudja, mik lesznek még itt a jövőben? Mármint én tudom. De <tos> hogy <tos> tudod. De hogy nem. Nagyon sok mindent tudok, amik lesznek. Jó lesz. Dobbantok én is. A faszomba. Dobbant? Az lesz. Persze, hát ez most már ilyen normális dolog, nem? Dobbantasz egyet? Hát ennyi? most már egy ez megy. No. Nálunk. Lelépek én is, ezt a Geci. Ennyi De nem? amúgy. Ennyi. És feltöltöz te is az erdőbe. Csak én nem jövök vissza. <laughs> meg, megyek majd keresni, tudod. És csak annyit látok, hogy ilyen kurva hosszú szakállad lesz már, érted? És vágazott a fát. Ja. Yeah. jó lesz. Jó van, srácok, húzunk a picsába. Egykor Lords of the Fallen, ha valakit érdekel, lesz délután gaming stream. Stb. Lesz bizony. Uh, sok minden uh, vár még ránk itt a jövőben, de ígyek veletek foglalkozni inkább, mint más dolgokkal. Így Azut igaz. Jön. Így igaz. Majd lesznek nagyon durva dolgok még itt az évben, uh, amik szerintem ilyen kicsit uh, újak, idegenek lesznek, érdekesek lesznek. De tudom, hogy tudom, hogy nem lesz semmi gáz, minden faszom. Minden fassa lesz. Nagyon fontos, a menetrend még nem teljes, mert lesznek esti streamek, lesz csütörtök esti stream úgy, akkor csézek, végre, mm. ezer éve, aztán a pénteken LMV2. 2 És még az is lehet, hogy szombaton is LMV2-ző. Oh, wow. Úgyhogy majd beírom a menetrendbe. Ha minden úgy akarja, vannak technikai gondok Janirá jelenleg a PC-vel, amit nem én építettem. Nem ez a Linuxos géppel, ez de azt fontos. nem én építettem, ez nagyon fontos, de vannak most jelenleg gondok vele, reméljük, hogy megoldódik. Én is remélem igen. Úgyhogy nyomatjuk ezerre. Na, ja, faszal lesz nagyon, uh, nagyon kíváncsi, hogy az elemény. Hát én ég. is. Én is. Szóval. Bozasztóan. Úristen, itt van előttem, hogy két millió dolog, amiről akartam ma reggel beszélni. Na, bassza meg. Hát de figyelj, hogy van még idő. Hogy a kibaszott streamnek, bassz meg. Amúgy nagyon hamar eltelt. És még ráadásul, ja, már csak egy a HH lesz. A héten? Ja, tényleg, az csak holnap nap. lesz. Hát akkor ott van kész. Ott Igen, a mert pénteken oda leszünk. Bárki kipróbálhatnánk a live streamet kocsiból? Hát, nem félek én ettől az autópályás internettől, de ki tudja. Lehet, hogy Amúgy egész jó a net. Csak kis, tehát mondom, egy, egy kis, kis közönségnek kell, és akkor nem olyan, ö, olyan izgalmas. Aha. Nem annyira kockázatos. Na jó, ennyi. Én, megpróbál, én megpróbálhatjuk. Ezen nem múlik. Csak ne a Twitch-et, mert az, az a képméter de hát tudtam a menni. De a twitch az jó az, jó az. Én de nekem de... megy. Én nekem megy a Twitch. Hát hogy nem, hát a Twitch Happy Hour, le, benyom az intrót Lesz <laughs> trímelem a kocsiból az intrót Nem, amúgy azt kell, hogy bejön balás, benyomja az intrót megszokítja a streamet, benyomjuk a kocsiból Szevasztok Ó, de, jó, de nehéz Megyünk, srácok, legyen szép napotok Legyen, srácok, legyen Szevasztok, Szevasztok.